Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a Mérius Juhász Péter Képterben, a Debreceni Egyetem Germanisztika Intézete és a Debreceni Német Kulturális Fórum közös szervezésében létrejött Botlatókövek Debrecenben rendezvénysorozat nyitó kiállításán, melynek címe Akikről a kövek beszélnek. Felkérem dr. Forrás Béla Lóránt urat, a Mérius Juhász Péter Képter igazgatóját. Köszöntő beszélnek tartásán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Mérius Juhász Péter könyvtárban. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jöttek el, bár ez kellemetlennek tűnik olyan értelemben, hogy kevés a levegő. Ugyanakkor azt jelenti, hogy ennek a rendezvénynek mégiscsak nagyon nagy súlya van. Amikor egy ilyen kis helyen ilyen sokan jelennek meg, ez azt jelenti, hogy messze túlmutat önmagán az a rendezvény. Nem tisztán annyi, hogy itt összegyűlünk és megnézzünk néhány képet, hanem megemlékezünk valamiről. Az emlékezet közösségről szól, amely itt most összegyűlt. Ez az emlékezet közösség, ez a botlatókövekre fog most itt emlékezni, illetve botlatóköveket fog elhelyezni, amelyeknek a jelentősége szintén túlmutat, messze túlmutat önmagán. Hiszen ezeken a köveken nevek szerepelnek, illetve nagyon röviden néhány sor arról a sorsról, amelyre megemlékezünk általuk. Ezek a sorsok, ezek egy jól meghatározható eseményhez, a holokauszthoz kötődnek, és ugye egyenként egy-egy személyes történetre emlékeznek meg, amely felett el lehet gondolkozni, amely az emlékezetünkbe idéz valamit, amit egy személyes történeten keresztül lehet csak felidézni. Ugyanakkor ezek a botlatókövek mégiscsak túlmutatnak ezen a sorson is. Túlmutatnak rajta, hiszen sok név van sok botlatókövön. Ha összeolvassuk ezeket a neveket, már egy sokkal nagyobb, magán túlmutató esemény bontakozik ki a szemünk előtt. Ez nem csak neveket jelent, térben is nagyon sok felé viszel bennünket. A hazánk egészét bejárhatjuk rajta keresztül, sőt, Európa egészét. Eleinte csak néhány tucat név, aztán sok száz, sok ezer, csak Debrecenben. Sok százezer csak Magyarországon, és sok millió Európa egészében. Tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy egy közösség szabadon emlékezhet valamire, ami azt jelenti, hogy életben maradt. Az élet ünnepét mutatja, az emlékező közösség az emlékezeten keresztül mégiscsak képes arra, hogy önmagává szerveződjön, és saját kultúráját bemutassa, és megélhesse. Ugyanakkor ez az emlékezett közösség, ez valami hatalmas dolgot fogad magában. Nevezetesen azt, hogy nem pusztán egy-egy sors tárul fel ebben. Egy embernek a fájdalmát, gyászát megélni, arra még képesek vagyunk. 10 emberét már nagyon nehezen. Ezrekét, milliókét pedig szinte lehetetlen a szívünkkel befogadni, az eszünkkel is képtelenség befogadni. Egy botlatókő csak szimbóluma valaminek, amitől az eszünk is visszahőköl, és a szívünk is visszahőköl. Hiszen monumentális, fenséges, messze túlmutat önmagán. Túlmutat önmagán abban, ahogy ezt a fájdalmat megpróbáljuk megérteni és megidézni, és túlmutat rajtunk magunkon egy nemzetnek, egy közösségnek a fájdalma tárul benne föl, ami igazándiból emberi észsel, emberi szívvel fölfogni nem lehet, de szimbólumain keresztül valamit megsejtíteni belőle mégiscsak meg lehet. Örömteli az, hogy Debrecenben is, ahonnan több ezer embert hurcoltak el, és ahol több ezer embernek a sorsa pecsételődött meg, és sok-sok tízezer embernek a fájdalma jelenik meg, immáron botlató köveken is neveket olvashatunk, ezeken keresztül osztozhatunk azoknak a fájdalmában, akikre emlékezünk, és rajtuk túlmutatóan sok ezrekében, sok millió embernek a fájdalmában. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Önöket, és átadom a szót azoknak, akik avatott tolmácsolja lesznek annak, hogy miről is szól a botlatókövek felállítása. Köszönöm igazgató úr köszöntő gondolatait, és most felkérem dr. Iványi Zsuzsanna Szmajt, a Debreceni Egyetem Germanisztika Intézet igazgatóját, köszöntő beszédenek tartásáért. Köszönöm szépen.
Tisztelt vendégeink, tisztelt igazgató úr, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ennyien megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, és eljöttek ma közénk együtt emlékezni. Én nem szeretném elvenni az értő történésznek a kenyerét, aki majd bevezet bennünket a történelembe és abból, hogy mi történt. Én mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik nélkül ez a kiállítás nem valósulhatott volna meg. Köszönöm szépen Feketéné Való Mariannának, aki megszervezte ezt a kiállítást, elsősorban neki és Klad Zsuzsannának, aki segített a kivitelezésben. Köszönöm szépen azoknak a szervezeteknek, akik támogatták a kiállítás megvalósulását, az Életvasegítő Szolgálat Egyesületnek, a sokan sokfélék informális csoportnak, a Svetis Gimnáziumnak. Talán ezzel kellett volna kezdenem Suhajné Szoka Margitnak, aki a magánvéteményét rendelkezésünkre bocsátotta, és Somos Péternek, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elénátkozójának, aki szintén kölcsönzött nekünk nagyon értékes tárgyakat és emlékeket. Szeretném felhívni a figyelmet arra, amit már igazgató beszédében is hallottunk, hogy ez a megnyitó, ez az előszobája, úgymond egy olyan rendezvény sorozatnak, ami a következő héten indul be igazán Debrecenben. Egy olyan rendezvény sorozatnak, ami még eddig Debrecenben nem indult be, holott Magyarországon és Európa szerte már nagyon sok városban megtörtént. Ez az emlékezés kötelezett az elhelyezése. A következő héten, 10-én lesz egy nyitórendezvény, egy tulajdonképpen sajtónak is szánt nyitórendezvény, amelyre meghívtuk és részt fog venni Gunther Demnig képzőművész Németországból, ennek az Európa projektnek a megálmodója és a kivitelezője, aki évi több ezer mutatókövet készít és készített el különböző civil szervezetek, egyesületek és mindenféle egyéb szervezeteknek a megrendelésére, akik emlékezni kívánnak az elpucoltakra. Ő az, aki egész évben, de egészen biztosan egész nyáron át utazza keresztül Európát, és az előre meghatározott sorrendben minden helyszínen térte ereszkedve saját kezűleg készíti elő azt a helyet, ahova saját kezűleg helyezi be azt az emlékezés táblát, amit elkészített az elpucoltak számára. Jelen lesznek a kerekasztal beszélgetésben azok, akik ezt az egész rendezvény sorozatot Debrecenben kigondolták és végig szervezték és rendezték. Vendégünk lesz Fekete László főrabbi a budapesti Dohány utcai zsinagógától, és Fröhlich Róbert főpántól, elnézést, és Fröhlich Róbert főrabbi úr is. Egy fogadás zárja ezt az estét, és a következő napon 11-én délelőtt 9 órától délután 3 óráig kerül sor annak a 28 debreceni kőnek az elhelyezésére, amelyek először kerülnek Debrecen utca kövei közé. Ezekről a rendezvényekről ott az üvegasztalon találunk szórólapokat, akihez nem jutott volna még el valamilyen úton a meghívás, a hír az kérem, hogy vigyen magával, illetve készült még egy könyvecske, 3 nyelven, magyarul, németül és angolul, amelyben mind a 28 kő és a hozzátartozó áldozatok adatai, a helyszínek, a felelhető fotók és az előkészületeknek a története megtalálható. Én ennyit szerettem volna elmondani, még egyszer nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket és átolmozom. Köszönöm, hogy leszett a szőgondolatait. Kérem, egy pár perc így hallgassák velünk a zenét, amivel készültek a szervezők nekünk. Thank you.
szépen. Nehéz egy kicsit ilyen muzsika után megszólalni, és valamennyire a ráció hangján beszélni. Nagyon meg vagyok attól is hatódva, hogy ennyire eljöttek, megmondom őszintén, hogy nem számítottam ennyi érdeklődőre. Én valószínűleg én utaztam legmesszebbről ennek a kiáltás megnyitónak a kedvéért Budapestről. Ugye kérdeztetik, hogy miért kell Budapestről meghívni előadót egy ilyen kiállításhoz. Na, most nekem nincsen debreceni kötődésem, csak annyi, hogy én már a 12. éve annak, hogy először vetettem a lábamat a város, illetve a megye levéltárába, hogy a debreceni zsidóság múltját tanulmányozzam, és 10. éve dolgozom ennek a Betadókő Stolpersteine projektnek, és személyesen nagy fájdalmam volt az, hogy eddig Debrecenben nem jutott el ez a kezdeményezés, és nagyon örülök annak, hogy végül megvalósult, és nagyon köszönöm azoknak, akik ezt lehetővé tették. És természetesen annak is örülök, hogy ha bár kicsi és szerint formában, de mégiscsak egy kiállítást szenteltek a zsidó múltnak, a zsidó kultúrának, a város zsidó hagyományaira. És rögtön ebből kiindulva azt szeretném mondani, vagy jelezni, hogy tulajdonképpen olyan, hogy debreceni zsidóság története magában egyáltalán nincsen. Tehát, hogyha ránézünk ezekre a képekre, meg megismerjük a dokumentumokat, akkor tulajdonképpen ezeken keresztül Debrecen múltja tárul fel előttünk, és igazából a zsidóság történetét időnként hajlamosak vagyunk egy ilyen sajátos exotikumként, különleges, marginális kisebbség történeteként látni, vagy vallási közösség történeteként. Valójában azonban a zsidóság olyan mértékben integrálódott, beleépült a magyar történelembe, természetesen a helytörténetbe is, hogy teljesen történelmietlen beszélni zsidó történelemről anélkül, hogy azt a helyi kontextusában vizsgálnánk, és megfordítva is igaz, helytörténetet, magyar történelmet lehetetlen oktatni, lehetetlen megérteni anélkül, hogy a zsidók szerepét, részvételét ne vizsgálnak meg közelebb. Hogy mondjak csak egy nagyon egyszerű példát, hogy olyan mértékben játszott a zsidóság szerepet, hogy a Magyarországnak a modernizációjában, fejlődésében, ugye mind a gazdaság, mind a tudomány, mind a kultúra terén, hogy azt lehet nyugodtan mondani, hogy noha ez egy viszonylag kis létszámú kisebbség volt, a zsidók nélkül Magyarország és természetesen Debrecen sem lehetne az, ami. Hogy csak két példával éljek, hogyha bemegy egy külföldi turista egy boltba, és ungarikumokat akar vásárolni szuvenírként, akkor mit tesz bele a szatyrába? Betesz egy pixalámit, betesz egy kotányi édesnemes paprikát, és betesz egy üveg unikumot. Na már most mindegyik termék, amit elmondtam, zsidó vállalkozók, zsidó származású vállalkozók munkájaként született meg is vált, ugye elválaszthatatlan részévé a magyar kultúrának. De hogyha debreceni példákra akarok rátérni, akkor hogyha belegondolunk, hogy hogyan lett Debrecen nagyváros a 19. század folyamán, 20. század elején olyan ambíciókkal, hogy ugye Nagyvárad akart egy kicsit lenni, vagy talán egy kicsit Budapest is akart lenni, akkor gondoljunk arra, hogy egy zsidó mester, Sajó István készített például olyan épületeket Debrecenben, ami a 1920-as évek Art Deco stílusában az amerikai felhőkarcolóknak a hangulatát és technológiai megoldásait hozta ide egy kicsi alföldi városban, mert a megykai mércével kicsi városba, és ugye ez ma is látható a Hitközségi Térháza 65-a elején. És ugye ugyanez a illető tervezte a Nagy Erdei Stadiont, ami szintén egy szimbolikus épület, és ha már itt tartunk, ugye Debrecen második leghíresebb épületét, az Aranyika szállodát, az a Hajós Alfréd tervezte, aki szintén szimbolikus módon nem csak kitűnő mesterember, kiváló építész volt, hanem ugye Magyarország első olimpiai aranyérmének a szerzője, és nem mellékesen az első magyar futballválogatottnak a kapitánya. Tehát azt hiszem, hogy ez a körkép eléggé bizonyítja azt, hogy a zsidóságnak, a zsidó származású embereknek a részvétele a magyar történelemben mennyire megkerülhetetlen. Tehát azt kell mondani, hogy akit érdekel Debrecen múltja, általánosságban Debrecen hagyományai, az kell, hogy érdekelje a debreceni zsidóság múltja is. Ugyanakkor van egy másik emlékezetkultúra
rá van egy másik fajta kötelességünk, aminek szintén helytörténeti vonatkozásai vannak, ez pedig természetesen a holokausztnak a históriája. Hogyha létezne egy olyan történelemkönyv, aminek maximum 1000 oldala lehetne, és az egész világtörténelmet bele kellene tenni, akkor Magyarország modernkori történelme két momentummal kerülhetne bele, tehát két momentummal érhetné el tulajdonképpen egy nemzetközi olvasónak az inger küszöbét. Ez a két történelmi esemény az 1956-os forradalom és az 1944-es holokauszt. És ő természetesen radikálisan különbözik a két eseménynek a megítélése. Lehet, hogy blaszfémiának is tűnhet ezeket az eseményeket egy lapon emlegetni, de gondoljunk csak abba bele, hogyha mi azt gondoljuk, hogy közünk van az 56-os forradalomhoz, ami Magyarországot a világ szemében piedesztára helyezte, és központi jelentőségűvé tette, azt gondoljuk, hogy erre büszkék vagyunk, akkor viszont kötelességünk osztozni a történelmünknek az árnyoldalaiban is, és kötelességünk az is, hogy a magunkénak érezzük idézőjelben a holokauszt históriáját is, és természetesen nem szabad azt sem elfelejteni, hogy rendkívül kétarcú ez a történet, mert egyrészt a holokausztról tehetett, tehát a holokausztért felelős volt a nácizmusnak a politikája, azok a német megszállók, akik Magyarországot elfoglalták 1944-ben, de ugyanakkor természetesen ez a történet mélyen gyökerezett a magyar történelemben is, a helyi antiszemita hagyományokban, zsidó ellenességben, amelynek ugye Debrecenben is nagyon jól tudjuk, hogy volt manifestációja, és a zsidóság gettósítását, deportálását, kifosztását 1944-ben azt a magyar adminisztráció hajtotta végre, ez Debrecenben sem volt másképp. A helyi levéltárnak a dokumentumai meglehetősen gazdagon tanúskodnak arról, hogy a helyi közigazgatás, rendőrség, csendőrség milyen tisztelen szerepet játszott ebben a történetben. Tehát feltétlenül meg kell arról emlékeznünk, és nem szabad elfelejteni, amikor egy botlató kőre lépünk, hogy a magyar államot, a magyar társadalom egy részét milyen felelősség terheli a zsidó testvéreink, honfitársaink halálába. Nem tudom, hogy nem szeretnék nagyon hosszan fárasztani önöket, de talán még egy egyéni élményt felidéznék, hogy miért olyan fontosak ezek az emlékművek, meg a helyi sajátosságoknak a felidézése. Én egy nem túlságosan messze lévő vidéki városait gimnáziumába jártam a 90-es évek elején, és számomra teljesen megdöbbentő volt, amikor a II. Világháborút és a holokausztot tanultuk, akkor egyszerűen nem tudtam hová tenni ezt a történetet a történelmi ismereteim sorában, mert nem volt valójában erről a problémáról korábban szó, és már szinte felnőtt fejjel tudtam azt meg, hogy az a futballpálya, ahol kisgyerekként fociztam, ott 5000 zsidót, jó részt öregeket, asszonyokat és gyerekeket zsúfoltak össze, iszonyatos körülmények között, hogy utána Auschwitzba deportálják őket, és a iskolám közelében volt egy gettó, ahol 1000 ember raboskodott, és a pályaudvarról, ahol minden nap utaztam, onnan szállították ezeket az embereket. És azt gondolom, hogy ezt nagyon jól elmondta a könyvtárigazgató úr is, hogy amikor azt adjuk az iskolában, hogy megölték 500 ezer honfitársunkat, megöltek 5 millió embert Európában, akkor ezt egyszerűen képtelenség fölfogni nem csak egy gyereknek, hanem egy felnőttnek is. De amikor helyszíntre tereljük a problémát, és azt mondjuk, hogy voltak szomszédaink, akik eltűntek, akik fájón hiányoznak, akik hiányoznak tulajdonképpen jó részt az emlékezetünkből, és amikor találkozunk ilyen egyéni történetekkel, amelyek a botlatókövekből is elég bukkannak, akkor tulajdonképpen elkezdjük ennek a tragikumát, meg súlyát igazán megérteni. És ez az emlékezet, arra szeretném meg utoljára utalni, hogy ez az emlékezet munka, ez természetesen nem egy könnyű feladat. Tehát én nem állítom, hogy ezekkel a történelmi bűnökkel, meg a közös történelem árnyoldalaival könnyű dolog szembenézni, és azt hiszem, hogy a botlatókövek debreceni története jól mutatja ezt az ellentmondást, hogy számos olyan honfitársunk van, és hangsúlyozom, hogy ez egy legitim érzés, nem tartom ezt jónak, örömteinek, de
de ezzel foglalkozni kell, erről párbeszédet kell folytatnunk, hogy sokan viseltetnek ellenérzésekkel egy ilyen projekttel kapcsolatban, és sokan nem szerették volna, hogy legyenek mutatókövek Debrecenben, és valószínűleg a városvezetés ambivalens álláspontja is ebből adódik, hogy nekik ugye a polgárok egészét kell képviselniük, de azt gondolom, hogy a Stolpersteinék pontosan ebbe az irányban, ebbe a dialógusnak az irányába fognak előremutatni, és egy hivatalos emlékművel szemben adnak egy teljesen más perspektívát, amely segíthet bennünket a események megértésében is, talán valamifajta közmegegyezésre ezzel a nagyon fájdalmas és bonyolult témával kapcsolatban. Nagyon köszönöm a figyelmet! Most engedjék meg, hogy újra elvarázsolják Önöket csodás dallamokkal zenészeink, akik olyan szerények, hogy nem kérték, hogy olvassam fel a nevüket, én most mégis megteszem, hogy szólítom. Erdélyi Zoltán, Lábas Kazelliát és Falkonyát. Thank you.
elvették ezt a nagyon szép kiállítást megnyitott. Sajnálom, hogy ilyen levegőben és melegségben tartottunk, de remélem, hogy élvezték. A kiállítás augusztus 12-ig tekinthető meg könyvtáron nyitva tartási idejében. Kérlek, tekintsék!